Tóth Potya István emléke előtt tisztelegve tartott közös megemlékezést a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és a Ferencvárosi Tornaklub. Az FTC egykori legendás játékosa és edzője a vészkorszakban az ellenállás tagjaként üldözöttek sokaságát bújtatva több száz zsidót mentett meg a haláltól, majd 1944 végén elfogták és 1945. februárjában kivégezték. Halálának 76. évfordulója után nem sokkal neve felkerült az embermentők márványtáblájára a Wallenberg emlékparkban. Tóth Potya István bennünket a tisztességre tanított, és valamikor aktív kosárlabdás sportoló voltam, és pontosan tudom, hogy egy jó edző, egy hiteles edző az a sporton túl rendkívül sokat tud pedagógiailag is fejleszteni az embereken, és én ahogy hallottam, ahogy olvastam Tóth Potya Istvánról, és ahogyan az életpályája ezt mutatja, ő mindig a becsület és a tisztesség útján jár. A sport a legnagyobb tanítók egyike. Megtanít arra, hogy a pályán mindegy, kik a szüleid, honnan jöttél, milyen országból, mekkora településről, mi az anyanyelved, mi a vallásod és milyen a bőrszíned. Megtanít arra, hogy a küzdelemre fel kell készülnöd, testben, fejben és lélekben. Tudnod kell a csapatodban segíteni a gyengét, akinek aznap éppen rosszabb napja van, aki aznap hibázott. És ha majd te tévedsz, ha te vétesz hibát, ki segít téged a bajban. Tudnod kell bízni benne, és kell, hogy tudd, ő is bízik benned. A sport megtanít a fair play küzdelemre, a nagyvonulóságra, a tisztességes versenyre. Arra, hogy igenis van a győzelmi akarásnak határa. Itt állunk Tóth Potya, pontosabban Tóth István Sándor Rezső emléktáblájánál, sportoló, edző, emberi kiválóság. Azt tette, amit a sportban tanult. Segítette a gyengéket, akik ellen a fair play szabályai nem voltak érvényesek. Hogyan tette ezt? Minden megengedett eszközzel. Ebben a helyzetben mi is volt a megengedett? A minden. A minden volt a megengedett. A hamis papírok, a védlevelek, a pénzsegély, az élelmiszercsomagok, a meredéknyújtás és az élete. 1945. január 3-án a svábhegyi Gestapo rezidenciára, majd a parlamentbe, később a belügyminisztérium pincéjébe hurcolták. Napokig hétlen szomjan tartották embertelen körülmények között. 27.769 nappal ezelőtt Lemke, német főtörzsőrmester, személyes kiválasztás alapján ítélet nélkül kivégezte. Akkor nem hoztak ítéletet. 27.769 nap után mi most itt ítéletet hoztunk. Megtisztelő, hogy itt lehetek. His biggest acts of heroism occurred during the darkest period in mankind history, the Second World War. István Tóth Potya demonstrated a real spirit of civil courage when he helped save the lives of so many people who were suffering insurmountably simply because they were Jewish. He did all of these acts in spite of knowing that he was risking his life because of the assistance he was giving to these poor people. The very high risk did not deter him because he was a Hungarian patriot and a human being who was looking to help his compatriots. Ugye elismert játékosként, majd edzőként nagyon komoly kiterjedt kapcsolatokra tetszett. Így aztán az 1940-es évektől ez is segítette, hogy a bajba jutott embereken tudjanak segíteni. Hogy más ne mondjak, Schlosser Imre, az első magyar futballsztár volt az egyik tagja ennek a csoportnak, akik hamis iratokkal látták el az embereket, de Tóth Potya is
hozzá tudott ehhez tenni, hiszen tartalékos tisztként a Honvédelmi Minisztérium légvédelmi hivatalában dolgozott, ahol hozzájuthatott különböző papírokhoz, pecsétekhez. De nem csak erről szólt az ő tevékenysége, Telepes utcai házukban több embert bújtattak. Ovinum alkénu, atyán, királyunk, örökkévaló Isten. Töhi nafsaj cörúró bicrajra háim. Tedd meg, foglaltassék neve az örök életűek kötelékébe. Ezt a táblát pedig majd aranyozza be a magyar zsidóság köszönete és hálája. Szeretnénk megköszönni magam és a családom nevében is azt, hogy együtt emlékezünk meg a dédnagyapánkról. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy ma itt állhatunk, és bár sajnos nem ismerhettük, de nagyon büszkék vagyunk rá, mind a ketten. Igen. Köszönjük szépen!